Sziasztok lányok, fiúk, hölgyek, urak! Ma egy nem szokványos videóval készültem. A napokban elkezdtem kutakodni a videójátékos easter egg-ek után. Mi az a easter egg? A játékkészítő általában belecsempész egy rejtett utalást vagy tárgyat. Ahogy belementem ebbe a témába, egyre durvább és durvább dolgokat találtam. Szóval elhoztam nektek a legijesztőbb easter egg-eket a videójátékokban. Fazmofóbia. Ki gondolta volna, hogy itt lesz egy ilyen easter egg? Ahogy belépsz a játékba, egy helyen fogod találni magad. Itt egy lobbyt lehet kreálni vagy baromkodni a haverjaiddal. Ahogy elkezdesz kutakodni ezen a helyen, valami fura érzést fogsz érezni. Biztos biztonságban vagyok? Biztos jó helyen vagyok? Hát nem. Hogyha közel mész ehhez az ajtóhoz, akkor... Batman Arkham Knight. Az a játék tele van rejtett utalással. Na de, szerintem a legepikebb a Jokerhez fűződik. Hogyha 100%-olod a játékot, mindent megcsinálsz, és ha nyitnál egy új játékot, akkor egy alternatív openinget fogunk kapni. Ahol Jokert elégetik, igaz, hogy Jokernek halált kívánnánk lesz szívesebben, de akkor is nagyon megrázó volt ez a cutscene. És az a legviccesebb, vagy a legdurvább, hogy Joker folyamatosan mosolyog, nem veszi ide a vigyort az arcáról. Elsőre nagyon megrázó volt nekem ez a cutscene, szóval nézzétek meg. GTA 5. Szerintem jön a legismertebb easter egg-ünk. A GTA-ben a mordóhely tetején van egy nő, akinek ott van a szelleme. 23-kor és 6 körül jelenik meg. Ha közel mész hozzá, eltűnik. Nem csinál semmit, nem öl, nem ijeszt. Csak ahogy ránézel, olyan kellemetlen atmoszférát nyújt át, hogy hihetetlen. Hogyha szemfüles vagy, és oda mész hozzá, van annyi bátorságod, akkor ki van írva vérfoltokkal, hogy Jack. A játékban megtalálható egy újság, ahol pontosan le van írva a baleset, hogy egy fiatal nő, politikusnak egy felesége leesett a szikláról. Voltak gondok a párkapcsolatukban, El is akarták ítélni a Jokot, Jock Grenleyt, de balesetnek titulálták. Szóval ezért elengedték. Ki tudja, lehet, hogy lelökte, nem lehet tudni. Payday 2. Ebben a játékban nem hittem volna, hogy van ilyen easter egg, de van. Az egyik pályán, ahol a kórházban vagyunk, azt a feladatot kapszuk, hogy várjunk egy liftre, közben jönnek a rendőrök. Körülnézhetsz, és először ott tűnik fel valami, ami nincs rendben, mikor egy hullát megvizsgálunk. Tele van ilyen undorító hólyagokkal, bele van szúrva egy tű, gennyes az egész, fúj. Hogyha arrébb megyünk egy picit, és belenézünk egy raktárba, akkor látunk egy kislányt, aki sír, és nagyon szürke. És utána... Roblox.
Most látom, hogyan nézel, de figyelj, megmagyarázom neked, és ez tényleg creepy, ez tényleg megtörtént. Nem tudom, hogyan kerülhetett bele a játékba, de ez nagyon durva. Érted? El vagy 8 éves fejjel, kis Janika, érted, játszik, vágod, azt tök random beírja a chatbe, hogy kérdőjel, I love you. És akkor olyan dolog történik, hogy kiad egy videót, ahol van egy bohóc, tapogatja a saját arcát, és kiad egy ilyen videót. Mi a fasz? És ez már sajnos nem elérhető, de még 2 éve az volt, még 2 éve meg lehetett csinálni, és én csak most hallok erről. De miért? És ezért csináltam meg ezt a videót. Mi a fasz? Milyen trauma lehetett annak a gyereknek, aki beírta ezt? Tehát, ez nagyon durva. Hát lassan lesz idők az izéről. Székemből, geci. Na jó, megmutatom neked a videót, ez nem kamu. Ez nem kamu, ez tényleg megtörtént. Kiderült, hogy ez a videó fenn van YouTube-on is. És kiderült, hogy amúgy a srác, amúgy poénból csinálta, poénból táncolt a kamera előtt bohóc maszkon. Attól még nem változtat a helyzet, ami bekerült a játékba. És hogy a tökönbe? Na hát fiúk, lányok, hölgyek, urak, elérkeztünk a videó végéhez. Remélem ijesztő volt, az volt a cél, hogy ijesztő legyen a videó. Írjátok le kommentben, ha ijesztő volt. Köszönetet szeretnék mondani azért, mert meglett a 100 feliratkozó. Wow! Köszönjük, ma egy speciál ki kell megtalálni erre. Meg kitalálunk, esküt. Mit akarok mondani? És remélem nem fog elvinni a bohóc. És nem fog valaki kapogtatni az ajtón. Na jó van, köszönöm szépen, hogy végignézted a videót. Szevasztok, találkozunk egy másik videóban.